reggeli kis testmozgás az megvolt, a kis sport. Nagyon azért nem izzadtam meg, de úgy jól esett egyébként kicsit mozogni. Most meg megyünk reggelizni. Megnézzük, hogy már van-e a reggeli monster, az már bekészítve. Jó reggelt! Jó reggelt! Van már reggeli, vagy? Szerintem. Csak a kávé? Mindjárt, szerintem van. Mindjárt megnézzük. Csak a kávé. Jó, jó. Motoros kollega elmentleg mondta, hogy szokták követni a videóimat. Itt lesz majd a reggel. Hová hozzá? Morgan! Ez még most úgy hiányosnak tűnik, de lesz majd omlett, felvágott meg minden. De hát ugye tegnap láttátok. Csak még korán van, mert... Mennyi az idő? 7.41. 7.41, úgyhogy... Na, hogy nem látszódok, vagy hogy látszódok? Így látszódok. Na, mai program, azt ha leérnek ide majd a srácok, megbeszéljük, de nektek előre elmondom, hogy fölmegyünk Isztria felé, majd a Trisszigetre átmegyünk. Még egyszer? Szeretnék adni neked egy kis csekészséget. Menjek? Ne, följövök. Ja, jó. Ó, matricát. De ne lehet? Persze, nyugodtan engem. Na. Megtiszteltetés. Köszönöm szépen. Szembéti. Szeretünk együtt motorozni, baráti társaság. Mert mindenki valami személyzeti cégre gondol. Ja. De nem, csak azt, hogy szeretjük. Nem, hát a sejtettem, hogy nem. Kaptam egy ilyen matricát. Megkérdezhetem? Dzsugán Béla. Dzsugán Béla. Eddig azt mondtad, hogy követted a videómat, most már részese is vagy. Köszönöm, örülök neki. És fogunk menni veletek, mert többször szerettünk volna, csak ott mindig lecsúsztunk, illetve valami hát közbe jött, de fogunk menni veletek. Kis felesége. Köszönöm. Na, mi átjöttünk a kompal, ugye lejöttünk ott az isztriai félszigetnek egy részén. Hát mi pont elértük a kompot, ott úgy négy motorral, úgyhogy többiek azok lekésték. Kérdeztem a csávót, hogy tudunk-e várni 5 percet a komp indulásra, mert hogy még vannak 10 fönt. Azt mondta persze. Hát aztán pontban akkor indult, amikor ki volt írva, úgyhogy nem volt nagy a rugalmasság, na de nem baj. Ott ők a túloldalt addig, míg megérkezik a komp nekik, várakoznak, kajálnak, WC, mosdó, minden. Mi ugyanezt csináljuk, és mikor ideértek, már indulunk is. Úgyhogy igazából mindegy lett volna, hogy most akkor együtt várakozunk ott, vagy külön, mindegy. Mi átértünk. Na, innen aztán majd megyünk tovább. Kinek? A csoper. De mondtam, hogy leszakadt valamilyen. Hát az égszíje.
Ja, visszamentek? Visszamentek, voltak oda. Magyarban történt, és ahogy elindult. Üresben nem megy bajnál. Lemegyek, mindjárt jövök. Na, hallottam közben, hogy mi történt. Visszamegyünk, hogy legalább a szárazföldön legyünk, azt onnantól kezdve passz. Ugye biztosítást azt kötöttem, de hát azért nem vagyunk is együtt, ha most itt bent illat, ugye nem járunk képes. Aha. De akkor küldenek izét. Igen. Nem tudom, hát, milyen a biztosítás. Amit te ajánlottál, azt kötöttem meg, elvileg küldenek. De hát ugye az mikor ér ide, meg ott egyáltalán mit csinálunk mi? Hogy jutunk tovább, ugye? Mert ugye, hogy jutunk vissza a szállásra, mi lesz a motorral, vagy ez hogy működik egyáltalán, tehát... Pedig most ezzel ez a probléma. Mert ugye itt kint vagyunk a francba, tehát onnan, hogy... De úgy, hogy vagy? Csak elmondtad, és igen, és nem volt. Semmi, úgy látszik, sok volt a... Mára emelkedett, gyenge volt a sok. Ott kötötted, ahol... Annál a mondom, a sajszit. Akit te ajánlott, akit küldtél. Elmegyünk érte a szervizhez,
hogy vagyunk annyian motorral, akik egyedül vannak, hogy fel tudjuk venni őt meg a lányát, nehogy már egyedül maradjon, nem hagyunk senkit hátra. Úgyhogy ennyi. Látjátok így, megy a komput, aztán megyünk utána. Utána meg megyünk haza. Már a szállás.